Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jönnek is Warframe multiplayerek is újra látogatás tulajdonképpen, mert amikor elkezdtem ezzel a játékot játszani, kipróbáltam csak ami fun kedvéért gyakorlatilag, és csináltam is róla egy apróska videót, de most már ugye kicsit már jobban bennem vagyok a játékban, látogassunk újra ez a konklávéhez. És úgy látszik, hogy azért a Digital Extreme eléggé foglalkozik a multiplayer részével ennek a játéknak, valószínűleg egy nagy jövőt akarnak neki szállni, mert nagyon folyamatosan jönnek a frissítések, és tényleg foglalkoznak vele, ami egy nagyon jó dolog, mert tök jó balanszot hoznak így a játékban. Rengeteget olvasok, hogy ezt nörfölték, azt hozták be, ilyen karaktert hoztak be, ilyen fegyvereket hoztak be, többek között ugye most hozták be a Tipedót is, est is nem olyan rég hozták be tulajdonképpen, és gyakorlatilag így tényleg egyre több karaktert próbálnak behozni, és foglalkoznak ezzel a móddal, úgyhogy gondoltam, adjunk neki még egy kis esélyt, éppen unatkoztam Warframe világán belül, és ha megengeditek, akkor így őszinte leszek ezzel a videóval kapcsolatban, és egy kicsit azt hiszem más szögből fogom megközelíteni, mint ahogy szokták ezt a PvP-t, kicsit fogunk beszélni két játékos típusról, fogunk beszélni arról, hogy milyenek a tipikus multiplayer játékosok, mint amilyen én is vagyok, ugye, aki ilyen sok FPS shooteren játszanak, és hogy milyenek a Warframe multiplayer játékosok, és a PvP játékosok, inkább nevezném így, és mi különbözteti meg őket a multiplayer, vagyis hát a többi multiplayer játékostól, és egyben a gyengéiket is véltem felfedezni, remélhetőleg majd kiderül, majd hozzászóltok ti, hogy ez mennyire igaz így, és akkor meglátjuk. De vágjunk is bele. Miért különleges talán a Warframe multiplayer-re? Mondom mindazoknak, akik eddig csak az FPS shooterek világába szeretnének mozogni. És egyrészt nem amiatt, meg külső nézete. Számomra azért különleges tulajdonképpen a Warframe multiplayer-re, mert egyrészt ilyen fantasztikusan kitalált karakterekkel lehet játszani. Itt ez az eleve dob a hangulaton. A másik pedig, hogy van itt egy olyan különlegesség a Warframe világán belül, hogy nem csak fegyverek, hanem vannak kard, fegyver és képességek, és ezekben egy egyensúlyt, egy taktikát, egy kombinációt találni, azért ez egy új perspektívába helyezi a játékot. Úgyhogy megvan a maga kihívása, azt kell mondjam, a Warframe-nek, és mindezeknek a kombinációt, mire így az ember megtanulja, hozzászokik, és rájön, hogyan kell csinálni okosan, az azért idő. És a Warframe-ben egy PvP harcban azt kell mondani, hogy meg kell legyen egy technikád ahhoz, hogy győztesen tudjál kijönni. És ez az, amit viszonylag nehéz. Hát nem nehéz megtanulni, de rá kell jönni, hogy mi a trükk és hogyan csináld. És mindig van egy ilyen nagyobb hal, aki egy újabb trükköt kell mutatni, mert így az hiszed, hogy csak odamész, aztán lekardozod az illetőt csáva, de valójában nem, és ez tök jó, hogy nem csak annyiből áll, hogy odamész és lekardozod, vagy odamész és lelövöd, mert itt nagyon sok idő van reagálni lövésekre, kardozásra, és ez egy nagyon jó dolog, tehát nagyon jól megadja az esélyt annak, hogy egy igazi közelharcot, egy párharcot lehessen levívni. A pályákról eddig, ugye most már három játék fajta van, egy Free Fall All, egy Team Deathmatch és egy Capture the Flag, most így lefordítva, és a pályákról annyit, hogy egy kicsit az Quake-féle pályákra emlékeztetnek, tehát ilyen aréna stílusok, és hál' Istennek nem mindegyik új pálya már olyan hatalmas, mert csak 4v4 mászkálhat a pályán, azt kell mondjam, és nem, tehát végre nem mindegyik pálya olyan hatalmas, vagy legalábbis itt Free For All-ban hál' Istennek nem volt annyira nagy, de nagyon jól idézi számomra azokat a Quake pálya hangulatokat, ami nagyon egy kellemes dolog volt. Szerte széjjel a pályámon élet, energia és lőszer, pont ugye minden, ami kell gyakorlatilag. És mitől, még mielőtt rátérnek egy ilyen fő különbségre, húzom egy kicsit az agyatokat, a két játékos bázis között, már bocs, hogy ezt így szétválasztom, de azt hiszem, hogy érdekes, mert én magamat azért inkább egy FPS shooterrel mozgolódó játékosnak tartom, és a Warframe-ben ez mind valahogy másképp működik, de mégis ugyanúgy. Na, és a másik ugye különlegesség, ami így benne van, és azt hiszem, hogy így tök jó a Warframe világán, mert ez vicces van. A Warframe világán belül az pedig az, hogy ebbe is például megvan, ugye van energia, és hogyha feltöltődik az energiád, ellőheted azt a bizonyos ultimate képességedet,
Ami rendjén is van így, hogyha mondjuk félig van az energiát, akkor elhasználhatod az egyes képességedet, kettes, hármas, stb., amit jól esik. És azt hiszem, hogy ez rendjén is van így. És hogyha már ugye eljutsz addig túléled, vagy annyi energiát sikerül összeszedned a pályán, hogy sikerüljön előni az ultimate képességedet, az azt hiszem, ez így tulajdonképpen rendjén is van. Tedd is meg. Szóval kicsit olyan, mint a Destiny Supercharge-ja, vagy az új Call of Duty-nek a Black Ops 3-ban ugye a képességek feltöltődése. Hát feltöltődik a képesség, némelyik passzívabb, némelyik aktívabb, és akkor ez úgy is van rendjén használni is el. De hál' Istennek ugye, hogy egy kicsit azért nörfölték egy képességet, de például az S az még mindig nagyon OP, tehát így látni is fogjátok majd, hogy sikerül összeszedni annyi energiát, és akkor így puff, ráteleportálnak az egyik ürgére, azt annyi is volt, be is írt, hogy fuck ass. Na, de igen, szóval, de mondjuk, hogyha tényleg el tudsz lenni, addig túl is éled, akkor meg is érdemel azt, hogy elhasználd a legopébb képességgel egy gyakorlatilag, ami van annak az adott Warframe-nek. Na most, ugye, jön mi az a két különbség, amit én így észrevettem, két játékos bázis között, hogy még ez így a tipikus Warframe játékosok, és azok között, akik multiplayerben mozgolódnak, és azt hiszem, hogy ez egy lényeges különbség, azoknak, akik egy kicsit többet foglalkoznának a PvP részével a Warframe-nek, és érdemes lehet megfogadni, nem tudom, majd meglátjátok, szóval. A két különbség az egyik az, hogy a tipikus Warframe játékos nagyon ügyes PvP-vel, mert a PvP alatt azt hiszem nagyon ügyes közelharcban. Nagyon jól tudják, hogyan kell kombinálni a kard és fegyver hatását, vagy hogyan kell úgy ugrani, úgy ütni, hogy az ellenfél háta mögé kerüljön, onnan kardozom, kevesebbet sérüljön, milyen fegyvert vigyen, milyen fegyver ellen. Ismeri, hogy a Warframe játékosok mely karaktereknek melyek képességét szeretik használni, és annak megfelelően taktikázza ki a közelharcot, hogy meg tudja nyerni. Tehát én így veszem észre, így gondolkodik egy tapasztaltabb Warframe játékos. Tudja, hogyha egy Rhino van ellen, akkor valószínűleg Iron Skin fog használni, és hogyha tudja, hogyha mondjuk egy Galatint használ jelenleg multiplayerbe, akkor lehet egy Tipedo. Most mondtam, hogy én tudom Tipedo-t használni, egy gyorsabb fegyver, és legalább olyan hosszú távon hat. És az ugrálás kombinációjával, lövés-ugrálás, kardozás kombinációjával, esetleg egy kisebb képesség bevetése kombinációjával felülkerekedhet a társadalom belül. Szóval ebben a Warframe játékosok nagyon jók, hogyha közel tudnak kerülni az ellenfélhez. És így itt jön a másik nagy különbség, hogy azok a játékosok, akik inkább multiplayer játékosok, tehát inkább ilyen FPS shooterekben mozognak, azoknál egy másik lényeges dolog van, ők jobban hozzá vannak szokva, hogy kihasználják a pályának az sajátosság és adottságait, mert ugye egy tipikus multiplayer játékban nincsenek képességek, nincsen kard, vagy ha van is egy kés, ugye oda mész közel, leszúrod, de és emiatt azok a játékosok meg tudták kihasználni a pályának a sajátosságait, a fedezékét és a többi, és ez az, amit nem veszek észre annyira a Warframe játékosokban, hogy ezt ki tudnák használni, és ez ugye nagy előnyt jelent például számomra, mert én szeretem kihasználni a pályáját, és sokszor is nem inkább belementem egy csatába, hanem inkább elmenekültem, megkerestem néhány életet, felszedtem az életet, elbújtam egy kicsit, felmértem a helyzetet, és utána mentem újra bele a csatába, hogy és azt hiszem, hogy ez egy lényeges különbség lehet azért a PvP-ben, és érdemes mind a kettőt megtanulni ahhoz, hogy az ember igazán jól ki tudja használni a dolgokat, mert ha bár, hogyha ismered a pálya sajátosságét, kihasználod a fedezékrendszerét, ismered a fegyveredet, amivel lősz, akkor nagyon nagy előhöz lehet jutni, mert ugye az másik illető Warframe nem tudja közelebb jönni. Ám ha bár, hogyha az itt egy jó játékos Warframe, akkor nagyon könnyedén megoldja azt, hogy a közeledbe kerüljen és lezúzzon, mert ugye a Warframe-nek megvannak azok az adott képességei, amivel ezt gyakorlatilag meg tudják tenni, hogy a nagy ugrás, és itt van itt reagálni, ahhoz egy megfelelő párharcot lehessen csinálni. Úgyhogy ha elkezdesz valakire lőni, az könnyen megeshet, hogy rögtön ott terem melletted a szekard az a picsába. Na, de viszont azt hiszem, hogy ez a két fajta kombó, hogyha így egymásnak megy, vagy hogyha az ember ezeket így megtanulja összesítve használni, kihasználni a pálya adottságait, továbbá kihasználni a Warframe-eknek úgy az adottságait, vagy a fegyver kombinációkat, és a többi, akkor egy igazán izgalmas játékhoz hozhat része, és hogyha még nem próbáltad a PvP-t, és ki szeretnéd próbálni, akkor kellemes meglepetésben lesz részed, hogy mi zajlik azért a PvP-n, és egy új
világot tud mutatni a Warframe, amit így nyugodtan fel lehet használni ugye a kooperatív módban is, mert sok játékos csak így feljel megy a fajnak kooperatív módba, és így le akarja lőni az ellenfelet, de azt hiszem, hogy amikor igazán nagyon számít, hogy erősebb ellenfél van, akkor nagyon jól jön, hogy megtanultál egy más mozgás kultúrát, amit a PvP-ben sajátítasz el. Gyakorlatilag itt nem csak feljelmeljük a falnak és lelőjük az ellenfeleket, itt tényleg kell egy kicsit több mozgás kultúra is, mint ami a megszokott. Na most ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!